2020. július 1-én országszerte megszüntették a veszélyhelyzet idején bevezetett ingyenes parkolást. Arra számítanak a szakértők, hogy a fizetős területeken kevesebb autó parkol majd, de az időkorlátos zónákat, ahol 2 óra ingyenes parkolás lehetséges, többen veszik igénybe. Ezért úgy döntöttek, hogy még 2 ilyen övezettel bővítik Szekszárd parkolási területeit. A közgyűlés döntése értelmében a Toldi utcában, illetve a Balcsy-Zsilinszky utca 7-9 számú épület mögött található parkolókban is bevezetésre kerül a 2 órás várakozási övezet, és ez egy gyakorlatilag 32-re nő azon közterületek, utcák száma, ahol ilyen korlátozással lehet várakozni. A korlátozott várakozási övezet kezdetét jelző táblát nem mondja fel egy útkereszteződés, övezeten belül érvényes a 2 órás korlát. A parkolás megkezdését tárcsával kell jelezni a gépjárművezetőnek, és a szélvédő mögé kell kihelyezni. Ezek az eszközök bárhol beszerezhetők, többek között bármelyik papírírószerboltban. Felhívják a lakosság figyelmét az eszköz használatára és a KRESZ szabályainak betartására, mert a közterületfelügyelők ellenőriznek és büntetnek. A díjmentesség az magával hozta azt, hogy megteltek ezek a... Ugye a fizető parkolók az elsősorban belváros közelében lévő parkolókat jelentik, és megteltek ezek a parkolók. Azt várjuk, hogy vissza fog állni az a rend, ami a díjmentes időszak megelőzően volt. A közgyűlés jogosult a parkolási díjak emelésére, de Varga András igazgatóságvezető szerint nem készülnek ilyesmire. 2011 óta nem történt változás a tarifában. Örülünk, hogy van parkolóhely ebbe a vészterhes időszakban is. Szerintem akkor jobban kibutok használom még ettől is a parkolóhelyek. Most azért több van. Az intézkedések elsősorban a lakók bejelentései miatt jöttek létre, mert nehezményezték, hogy nem tudnak az ingatlanjuk közelében parkolni. A lakás- és háztulajdonosok igényelhetnek parkolási kártyát, ingatlanonként 2 rendszámra. Ezután mindössze 400 forintos ügyintézői díjért várakozhatnak korlátlanul ezekben a zónákban.